Szereplők. Richard O'Sullivan, juhász játszint. Donald Pleasence, Gera Zoltán. Patrick McNee, Lőte Attila. Susan Hampshire, Gord Nagy Mária. Wilfred Hyde-White, Hun Vilmos. Elfie Bess, Csákányi László. Oliver Tobias, Újréti László. Patrick Reichardt, Cseke Péter. Michael Dix, ifja Pató István. És Mary Crosby, Ráckemei Anna. Írta Richard Carpenter. Rendezte Jerry Pardon. Hey, puto dallo! Úristen, már megint. Szállj ki! Gyorsan! De nagy legény vagy. Mi nagy legény, arcátlan kis gazember. A hölgy? A leánya? A feleségem, te pimasz alak! Ön bántani akar? Nem, asszonyom. Nekem csak ez kell. Amerika, 1740, Maryland tartomány. Sajnos szét van csolódva. Amputálnom kell. Holnap. Jane. Ez a kormányzó műve. Biztosra veszem. Tönkretett minket. Apám, hadd menjek Angliába. Te? Engedd meg. Nem, Jane. Ne is halljak erről. Mindig azt mondod, a szabadságot nem adják ingyen. Meg kell küzdeni érte. Harcolni akarok. De az utazás... Azt hiszed, az... tűröm, hogy így tönkretett. És ő, Appleyard, korlátlan úr legyen. Nem engedlek el. Nagyon veszélyes. Majd holnap megbeszéljük. Jane? Aludj most, apa. Várj! Azt mondtam, aludj, apa. Este segítségükre jönnek Mr. Thompson emberei. Noll. Az orvos mondta, mi történt. Hogy van apád? Még nagyon gyönge. Appleyard műve volt. Appleyardé? Apámnak bizonyítéka van ellene. Tudom. De ő honnan tudhatja?
Talán hallotta, hogy apám Angliába készül. Lehetséges. És ez neki elég. De most elvetette a súlykot. Hogy érted ezt? Ma este hajóra szállsz? Igen. Nem értem, miért olyan fontos ez neked. Jane, Saul a rabszolgám le fogja győzni a brit bajnokot. Én Appleyardot szeretném legyőzni. Mindazt szeretnénk. Megtehetjük. Előbb találkozunk, mint hinnéd. Angliában. Ez őrültség. Az volna a legjobb, ha veled mehetnék. De nem hagyhatom itt apát, amíg nincs túl a veszélyen. De miért akarsz elutazni? Elviszem a bizonyítékot én, a parlament tagja vagyok, és szembarátja. Én pedig a lánya. Azt hiszed, meghallgatnak egy lány? Majd gondoskodom róla. De erre nincs szükség. Nagy szükség van rá. Ezt meg kell tennem, Noll. Ne akadályozz benne. Téged annál jobban szeretlek. Mégis azt kell mondanom. Mondd azt, hogy szeretsz. Szeretlek. Beszélnem kell a kormányzóval. Nem, Mr. Bridger. A kormányzó senkit sem fogad, még képviselőket sem. Ne álljon az utamba, Mr. Carston. A nép érdekében. Kérem, ne tartson itt szónoklatot. Értse meg, hogy most nem mehet be. Jöjjön vissza! Nyugalom, Carston. Erőszakkal jött be. Ki az? Ki az? Ki? Ó, Bridger! Remek teremtés, nem igaz? Mit gondol, jól eltaláltam? Sikerült halhatatlanná tennem a kis vadat? Meg kellett próbálnom. Igen. Bocsásson meg, uram, de ez az ügy nem tűr halasztást. Nem vagyok süket, Bridger. Akiről szó van, Samuel Harding. Harding? Meg akarták ölni. Capson, legyen szíves, menjen ki. Gyorsan. Köszönöm, jól van. Sajnálom, kedves. Mi az, hogy meg akarták ölni? Johnston és Bradley esetében nem volt ilyen gondja. Mit kell teket óriázni? Golyót a bajkeverő hátába. Ha eltalál egy nyulat, akkor el tud találni egy mocskos republikánust is. El is találtam, Sir Basil, csak nem öltem meg. Hát nem volt tízes a lövés. Hass! Mi az már megint? A német bevándorlók petíciója, Sir Basil. Rázza le őket. Jöjjenek vissza, ha megtanulták az angol király nyelvét. De a király nem beszél angolul. Menjen! Szóval megsebesített a gazembert? Nem megy el Angliába? Nem, Sir Basil. De én... Mondja, hol az az ellenem szóló bizonyíték? Ha? A lánya viszi el. A lánya? Egy hónapon belül. A fenébe maga ma indul. Miért nem mondta, hogy elviszi azt a papírost? Mondtam, uram, de hiába. Hiába maga, egyre gyakrabban mondja hiába. Gyűlölöm ezt a szót. Baljóslatú hangulata van. Nem bízik magában az a kis szajha? Bízik, de személyesen akarja elintézni. Á, úristen, maga nem elég ügyes ebben a dologban, Bridger. Annak az öklözőnek az edzésével tölti minden idejét. Én magam intézem el azt a lányt. Nem. Nem? Melyik oldalon áll Mr. Bridger? Ha Amerikában él is maga angol, vagy kettős játékot játszik? Én a korona híve vagyok. Ha, maga Bridger az én hívem. A farmot őrzik. A féltartomány fegyverben áll. A Harding elleni erőszakra zendülés lenne a válasz. Tudja, hogy arra is föl vagyok készülve. Egy tucat hajón van ott. Meg kell kapnom azokat a papírokat. Megkapja. Mikor a lány Angliába érkezik, én már ott fogom várni. Elkísérem Londonba. És az út veszélyes, Sir Basil. Igen. Hemzsegnek az úton állunk. Úton állok, igen. Jó ötlet.